Feszítő kérdésekről tárgyalt az orosz külügyminiszter amerikai kollégájával Washingtonban. Sergej Lavrov és Mike Pompeo a fegyverzet korlátozási tárgyalásokról, az iszak-kórai, a venezuelai és a szíriai helyzetről, a terrorizmus problémájáról és Moszkva ukrajnai beavatkozásáról egyeztetett. Beszélgetésünk jelentős részét tette ki Ukrajna témája között az amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatójukon. Lavrov miniszter úr éppen Párizsból érkezett, ahol Putyin elnök és Zelenszkij elnök érdemi tárgyalásokat folytatott egymással. Lavrov külügyminiszternek határozottan hangsúlyozta, a Krím-félsziget Ukrajna része, valamint a kelet-ukrajnai rendezés feltétele, hogy Moszkva is betartsa a minszki megállapodásban vállaltakat. Néhány órával később Donald Trump is fogadta az orosz külügyminisztert, nem sokkal azután, hogy a képviselőház demokrata honatjái bejelentették hivatali hatalmával való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják az elnököt. A sajtó nyilvánosságot kizáró megbeszélésről a Fehérház annyit közölt, Trump figyelmeztette Lavrovot, hogy Moszkva ne avatkozzon bele a jövő évi amerikai választásokba, valamint Oroszország mielőbb oldja meg konfliktusát Ukrajnával. Tudják, valójában meg sem vitattuk a választásokat Ukrajnával kapcsolatban, nyilatkozta Lavrov az amerikai elnökkel lezajlott tárgyalása után. Tájékoztattam mind a külügyminisztert, mind Trump elnököt az előző napi párizsi normandiai formátumú csúcs találkozóról. Megosztottam velük benyomásaimat, azokat, amik a sajtóban széles körben nyilvánosságot kapó, ott elfogadott záró dokumentum alapján alakultak ki bennem. Ami az Orosz Föderációhoz fűződő kapcsolatokat illeti, amennyiben Trump elnök oldalán állsz, nincs okot kételkedni abban, hogy az amerikai nép érdekeit képviseli. Az amerikai üzleti érdekeket a világban. Jó kapcsolatokra, Oroszország és az Egyesült Államok közötti jó viszonyra törekszik, fogalmazott Sergej Lavrov, aki oroszországi látogatásra hívta meg amerikai kollégáját Washingtonban.